Most pedig itt Körösadányban egy rendkívüli pillanathoz érkeztünk el, ugyanis itt most szerintem Körösadány legjelentősebb értékeivel fogunk találkozni. Hamarosan Kiszel János még megnyitja a körösadányi fejlődéseket, ami egy jelentős érték. A körösadányi népdal körösadányi népdalokat fog énekelni, és azért miért fontosak ezek az értékek? Azért, mert egy közösségnek szerintem tisztába kell lenni a saját értékeivel, választ kell tudnia adni arra, hogy mit jelent az, hogy körösadányinak lenni. Közben, ha jól láttam, jöjjön ide művész úr, megérkezett Marcos József. Üdvözlöm a Körösadányba, Isten hozta, foglaljon itt helyet Gyuri Kalini mellett. Tehát azért fontosak az értékeink, hogy választ tudjunk adni arra a kérdésre, mit jelent körösadányinak lenni. Ebbe beletartoznak az értékeink is. És Békés megye 75 településéből 33-ban már megalakult a Települési Értéktár Bizottság, és hogyha egyszer Ladányban is elkezdő munkáját ez a bizottság, akkor nyilvánvalóan szerintem az értékeik, a ladányi értékek, a települési értékek közé fel kell venni a körösadányi fehérímzéseket, a körösadányi népdalokat, illetve szerintem a helyi értékek közé fel kell venni a körösadányi népdalkört is, hiszen már szerintem valóban a körösadányi népdalkörnek ott van a helye a Települési Értéktárban, hiszen az elmúlt több mint 20 évben nagyon nagy sikereket értetek el. Tehát nagyon örülök, hogy Ladányban ilyen népdalkör működik.